Mándi Ildikó Karácsony éjjelén Gyémán csillagok ragyognak az égen, Cukor felhőt seppek szállnak a szélben, Ópárnás felhők közelednek az ében, Fenyő költözése zajlik éppen, Beköltöznek a házakba három különleges éjszakára. Színes ruhába öltözve kápráztatják a szemeket, az ágakra fel is ugráltak az ezüst hóemberek. Aranyszínű csillagdíszek a piros gömbökkel, kékes fényben mondanak hálát az angyali seregnek. A sejemcukrok, habcsókok kuncogva szaladgálnak az ágakon, a díszek mögé elbújván reménykedves uttogják, talán így később vesznek le minket a cíngyermek kezek. A fehér ruhás angyalkák egy sohintással a csústdra emelik a legmagasabb ágra, de kapkodnak, és kicsúszik a kezükből, zuhan a föld felé tartva. A fürgelábú hó ember kiugrik, és galapjával szerencsére elkapja. Hú, megúsztuk, mondják egyszerre sóhajtva, és így elkészül a karácsonyfa, ünnepi ruhája. Még eltáncolják a fenyő körtáncát, ezzel ünneplik meg az elkészült munkát. Pompázik már a fenyőfa, s kitárja ágait. Várja már ő is Jézuska segíteit. Sürgeti is a fehér ruhás barátait, siessetek, sok fenyőfa várja még a díszeit. Látom már, ott jönnek az ajándékosztó sárga ruhás angyalok. Megérkeztek, és suhanva berepülnek a kitárt ablakon. Elvégzik titkos küldetésüket, majd gyorsan csengetnek. Szerencsére sok helyen várják még őket, így gyorsan tovább repülnek a legkisebb sárga ruhás angyal szárnyából kihullott egy toll, mely pont a kék sejem cukorra zuhant, aki épp bujócskázott. – Hékás, békás, ne csikiz már azzal a tollal! – kiáltott egy nagyot. A legkisebb sárga ruhás angyal visszanézve kacsintott. – Bújtassátok el a fán, visszarepülni már nincs időm! Megláthatnak a házban lakók, hisz szólt már a csengő. Titokzat fényében úszó édes illat áramlik a szobában. A gyerekek izgatottan toporognak a nagy pillanatra várva. Csengettű szóra a család is belép az ajtón, ámulva csodálják a pompázatos varázslatot. A cukrok suttogva motyognak. Hű, tényleg igaza volt az angyalnak, már nem volt ideje elvinni az itt maradt tollat. Gyorsan, dugjátok el a fa legbelső ágában. A fenyőfa boldog, ezt várta már nagyon, hogy érezze, ez egy igazi családi otthon. Az angyali toll ott pihen valamelyik ágon, bizonyítékul, hogy a varázslat valóságos. Vajon te megtalálod az egyik ágon?